hogy amennyiben környezetvédelmi bírság kiszabására olyan esemény miatt kerül sor, amely vészhelyzet kihirdetését indokolja, úgy a kiszabott bírságbevételek teljes összege a központi költségvetés központosított bevétele legyen. Vészhelyzet kihirdetése esetén a környezetvédelmi bírságbevételek nem illetik meg sem a kiszabó környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, sem azt a települési önkormányzatot, amelynek területén a bírság kiszabásáról szolgáló esemény történt. A hegyközségekről szóló 1994. évi 102. törvény módosításának legfőbb oka, hogy az utóbbi időben több esetben is komoly feszültséget keltett az az eljárás, hogy a hegyközségi közgyűléseken egyes tagok képviselő útján gyakorolták tanácskozási és szavazati jogukat. Több esetben is felmerült annak a gyanúja, hogy az érintett tagok megfelelően artikulált véleményének hiányában a képviselők elsősorban saját érdekeit követik. E módszer esetleges tömeges alkalmazása olyan helyzetet eredményezhetett, amelyben a közgyűlés döntései a tagoké helyett valaki más érdekeit tükrözhették. E befolyásgyakorlási eszközzel jelen szabályozás mellett elsősorban jól koordinált érdekcsoportok képesek élni. A szavazati jog személyes úton való gyakorlásának kötelezővé tétele jelentősen javítja az egyes tagokra történő nyomásgyakorlás elkerülésének lehetőségét. Ennek megfelelően minden szavazati jogával élő tag közvetlenül értesülhet a közgyűlésen elhangzott felvetésekről és érvekről, melyek hatására akár meg is változtathatja álláspontját. Így a véleményalkotás sokkal rugalmasabbá válna. A döntések meghozatalában való személyes részvétel előírása egyúttal szűrő szerepet is betölthet, a javasolt módosítás elfogadásával a közgyűlésen a hegyközség ügyei iránt jobban elkötelezett tagok akarata érvényesül, hiszen a döntéshozatalban csak azok vehetnek részt, akik annak költségeit, azaz a közgyűlésen való személyes részvételt is felvállalják. Így a javaslat jelentős mértékben hozzájárul a hegyközségi döntéshozatal hatékonyabbá tételéhez. Tisztelt Országgyűlés, a törvényjavaslat által meghatározott célok megvalósításához kérem a tisztelt Országgyűlés támogatását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Megköszönöm államtitkár úr expozéját. Most a mezőgazdasági bizottsági álláspont ismertetésére kerül sor. 5 perces időkeretben megadom a szót Balogh Józsefnek, a bizottság előadójának. Köszönöm, elnök úr, tisztelt Országgyűlés. A mezőgazdasági bizottság a 2011. június 8-ai ülésén a TPR 3415-ös törvényjavaslatot megtárgyalta, és egyhangú szavazattal általános vitára alkalmasnak tartja. Bizottsági vélemény, hogy a piaci kiszolgáltatottság minimálisra csökkentése érdekében a Magyarországon termelt, előállított, forgalmazott, a gazdaságot erősítő magyar termelés védelmében szükséges igénybe venni minden olyan eszközt, amely az adott termék piacát biztonságossá és kiszámíthatóbbá teszi. A mezőgazdasági termelés védelmében szükséges az olyan jogszabályok adta lehetőségek kiaknázása, amelyek a termelői, kereskedői szemléletet pozitívan befolyásolják, és ráébresztik a piaci szereplőket az együttműködés, a koncentrált fellépés és a minőségi árutermelés fontosságára. Ezek az előnyök legfőképp a termelők érdekeit szolgálják, hiszen a magyar mezőgazdaság, a mezőgazdasági termelés védelme elsődlegesen és alapvetően a termelők érdeke. A szakmaközi szervezet egy korszerű európai piacszervezési és piacszabályozási modell, amely a gazdaság szereplőinek önszabályozásán alapul, és a közös döntések érvényre juttatásával lehetővé teszi érdekeik hatékony képviseletét. Egy szakmaközi szervezet akkor minősül egy termék vonatkozásában reprezentatív szakmaközi szervezetnek, amennyiben a szervezet a tagjain keresztül a termék előállításának, kereskedelmének vagy feldolgozásának legalább 2/3 részében érintett. A reprezentativitást a szakmaközi szervezetnek kell bonyolítania. Az egyéb piaci szereplőkre vonatkozó tanácsi rendelet a zöldség-gyümölcs ágazatban működő reprezentatív szakmaközi szervezetek részére lehetőséget ad arra, hogy a tanácsi rendeletben meghatározott tevékenységei keretében olyan szabályokat határozzanak meg, amelyek szigorúbbak, mint a közösségi vagy a nemzeti szabályok.
A borágazat szereplői kötelező mértékű befizetéseinek növekedését el kell kerülni. Ennek érdekében a marketing járulék címén megfizetett összeg levonható a bortörvény szerint megfizetett bor forgalomba hozatali járulék összegéből. Ez lehetővé teszi a bormarketing tevékenység hatékonyságának növelését, illetve biztosítja, hogy az ágazat szereplői számára a járulékfizetés maximális összege ne növekedhessen. A hegyközségi közgyűléseken a szavazati jog személyes úton való gyakorlásának kötelezővé tétele jelentősen megnöveli az egyes tagokra történő befolyás gyakorlás költségét. Ennek megfelelően minden szavazati jogával élő tag közvetlenül értesülhet a közgyűlésen elhangzott felvetésekkel és érvekkel, és azok hatására sokkal rugalmasabban alkothat véleményt. Mind a zöldség, gyümölcs, mind a borágazat szakmaközi szervezete által meghatározott piacfejlesztési hozzájárulás megfizetésének szabályait rögzíti, illetve meg nem fizetés esetén a szankciót helyezi kilátásba, mely a piacfejlesztési hozzájárulás megfizetésének garanciális szabályait jelenti. A zöldség-gyümölcs ágazatban a kiterjesztett piacfejlesztési intézkedés önkéntes meg nem fizetése esetén, míg a borágazatban a marketingjárulék céljából szedett piacfejlesztési hozzájárulás meg nem fizetése esetén kerül sor állami szerv által történő beszedésre. A piacfejlesztési hozzájárulást a szakmaközi szervezeteknek a tanácsi rendeletben és e rendeletben meghatározott feladatok elvégzésére kell igazoltan fordítani. A piacfejlesztési hozzájárulás a végrehajtási bírság, illetve a termékpálya felügyeleti bírság, ha azt a kötelezett a teljesítésre nyitva való határidőn belül nem fizette meg, adók módjára behajtható köztartozásnak minősül, amelyet a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésére az állami adóhatóság szed be. A települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a a bírság kiszabását megalapozó esemény miatt veszélyhelyzet kihirdetésére kerül sor kivételével, ami a központi költségvetés központosított bevétele az illetékes települési önkormányzatot illeti meg. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a figyelmet! Tisztelt Országgyűlés, most a képviselő felszólások következnek. Elsőként megadom a szót Tiffán Zsoltnak, a Fidesz képviselőjének. Képviselő úr! Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt Országgyűlés! Mielőtt hozzákezdenék a mondandómhoz, kérem engedjék meg, hogy elmondjam, hogy nagyon sok mindenben azonos a véleményem Balogh képviselőtársammal elmondottakkal. A piaci kiszolgáltatottság minimálisra csökkentése érdekében a Magyarországon termelt, előállított, forgalmazott termékek és a gazdaságot erősítő magyar termelés védelmében szükséges igénybe venni minden olyan eszközt, amely az adott termék piacát biztonságossá és kiszámíthatóbbá teszi. Ezért szükséges az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi 16. törvény módosítása. A mezőgazdasági termelés védelmében szükséges az olyan jogszabályok adta lehetőségek kiaknázása, amelyek a termelői, kereskedői szemléletet pozitívan befolyásolják és ráébresztik a piaci szereplőket az együttműködés, a koncentrált fellépés és a minőségi árutermelés fontosságára. Ezek az előnyök legfőképp a termelők érdekeit szolgálják, hiszen a magyar mezőgazdaság, a mezőgazdasági termelés védelme elsődlegesen és alapvetően a termelők érdeke. A szakmaközi szervezet egy olyan korszerű európai piacszervezési és piacszabályozási modell, amely a miniszter által elismert jogi személyként jön létre, a gazdaság szereplőinek önszabályozásán alapul, és a közös döntések érvényre juttatásával lehetővé teszi érdekeik hatékony képviseletét. Egy szakmaközi szervezet akkor minősül egy termék vonatkozásában reprezentatív szakmaközi szervezetnek, amennyiben a szervezet a tagjain keresztül a termék előállításának, kereskedelmének vagy feldolgozásának legalább kétharmad részében érintett. A reprezentativitást a szakmaközi szervezetnek kell bizonyítania.
Ez a szakmaközi szervezet működésének financiális alapját a piacfejlesztési hozzájárulás teremti meg, melyet közvetlenül a jogosult szakmaközi szervezet javára kell teljesíteni. A szervezet hatékony működése minden szereplő alapvető érdeke. Ezért a piacfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettségét annak be nem fizetési esetén a szakmaközi szervezet kérelmére a mezőgazdasági igazgatási szerv állapítja meg. A nagy többség érdekeinek védelmében jogos az, hogy a piacfejlesztési hozzájárulás határidőre történő meg nem fizetése esetére a szakhatóság végrehajtási bírságot szab ki. Súlyosabb esetekben, amennyiben a mezőgazdasági igazgatási szerv megállapítja, hogy a piaci szereplő a piacfejlesztési intézkedés rendelkezéseit megsértette, termékpálya felügyeleti bírságot is kiszabhat. Meggyőződésem, hogy az így kialakított rendszernek kellő visszatartó ereje lesz azokkal szemben, akik a piacfejlesztési intézkedéseknek csupán az előnyeit kívánják élvezni, de a hozzájárulások alól kikívánják vonni magukat. Tovább erősíti a befizetési fegyelmet a tervezet azon pontja, mely szerint a jogi személyre vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre kiszabott végrehajtási bírságot, illetve termékpálya felügyeleti bírságot mind a kötelezett, mind a vállalkozás vezetőjével szemben egyidejűleg is ki lehet szabni, és adók módjára behajtandó köztartozásoknak minősül. Az egyéb piaci szereplőkre vonatkozó tanácsi rendelet a zöldséggyümölcs ágazatban működő reprezentatív szakmaközi szervezetek részére lehetőséget ad arra, hogy az EU tanácsi rendeletben meghatározott tevékenységeik keretében olyan szabályokat határozzanak meg, amelyek szigorúbbak, mint a közösségi vagy a nemzeti szabályok. Fontos kiemelni, hogy a szabályok a tanácsi rendeletben meghatározott területek szabályozására és csak az adott termék vonatkozásában reprezentatívnak minősített szakmaközi szervezet részére megengedett, biztosítva ezzel a szabályozni kívánt ágazat, illetve termék előállítói, kereskedelmi, illetve feldolgozási tevékenységet folytató szereplői érdekeinek maradéktalan érvényesülését. Tisztelt Országgyűlés! Ki kell jelentenünk, hogy jogos a borágazat szereplőinek az az igénye, hogy a kötelező befizetéseik ne növekedjenek. Ennek érdekében a marketingjárulék címén befizetett összeg levonható a bortörvény szerint megfizetett bor forgalomba hozatali járulék összegéből. Ez lehetővé teszi a bormarketing tevékenység hatékonyságának növelését, illetve biztosítja, hogy az ágazat szereplői számára a járulékfizetés maximális összege ne növekedhessen. Ez a törvénytervezet mind a zöldséggyümölcs, mind a borágazat szakmaközi szervezete által meghatározott piacfejlesztési hozzájárulás megfizetésének szabályait rögzíti, illetve meg nem fizetés esetén jelentős szankciót helyez kilátásba, mely a piacfejlesztési hozzájárulás megfizetésének garanciális szabályait jelenti. A zöldséggyümölcs ágazatban a kiterjesztett piacfejlesztési intézkedés önkéntes meg nem fizetése esetén, míg a borágazatban a marketingjárulék céljából szedett piacfejlesztési hozzájárulás meg nem fizetése esetén kerül sor állami szerv által történő beszedésre. A piacfejlesztési hozzájárulást a szakmaközi szervezeteknek igazoltan a tanácsi rendeletben és e rendeletben meghatározott feladatok elvégzésére kell fordítani. Ez a termelők számára garanciát jelent arra nézve, hogy oly sok év után végre elindulhat egy igazán hatékony, szigorúan kontrollált, a termékpálya szereplőinek igényét a legmesszebb menőkig kiszolgáló valódi piacfejlesztési munka. A törvénytervezet egy másik anomáliát is rendezni kíván. Jelesül azt, hogy a hegyközségi közgyűléseken a tagok csak személyesen gyakorolhassák szavazati jogukat. Ennek megfelelően minden szavazati jogával élő tag közvetlenül értesülhet a közgyűlésen elhangzott felvetésekről, érvekről, és azok hatására sokkal rugalmasabban alkothat véleményt. Feltételezhető továbbá, hogy a közgyűlésen a hegyközség ügyei iránt jobban elkötelezett tagok akarata érvényesül, hiszen a döntéshozatalban csak azok vehetnek részt, akik annak költségeit, azaz a közgyűlésen való személyes részvételt is felvállalják. Mert eddig a közgyűlés döntései a tagoké helyett elsősorban egyes érdekcsoportok érdekeit tükrözhették. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház! Az előterjesztő ezen törvény keretében kívánja rendezni az egyes települési önkormányzatok területén kiszabott környezetvédelmi bírság ügyét, ami lássuk be, rendkívül időszerű. A települési önkormányzat jegyzője által
külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a település önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg. Ezáltal nő az önkormányzatok eszköztára, melyekkel hatékonyabban léphetnek fel a környezetkárosítókkal szemben. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, ha a bírság kiszabását megalapozó esemény miatt vészhelyzet kihirdetésére került sor, természetesen továbbra is a központi költségvetés bevétele. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az elmúlt évek hibás gazdaságpolitikája, a gazdasági válság és nem utolsó sorban a jelentős veszteségeket okozó 2010-es év katasztrofális időjárása miatt fellépő piaci krízis okozta rendkívül nagy károk. A piacvesztés a termelői veszteségek további megelőzésére leginkább célra vezető megoldást jelenthet a termelői szerveződésekre épülő, európai normáknak megfelelő, szakmai tagságot biztosító szervezeteken keresztül történő kereskedelmi fejlesztések megvalósítása és a termelői összefogás. Kérem ezért Önöket, hogy támogassák ezt a törvénytervezetet, mert meggyőződésem szerint hatékony eszköz lehet az érintettek érdekérvényesítő képességének javításában, az ágazat piaci potenciájának erősítésében. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Tisztelt Országgyűlés, most megadom a szót az MSZP képviseletében felszólaló Pál Bélának. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. Az előttünk lévő törvényjavaslat alkalmas arra, hogy a Magyarországon termelt, előállított, forgalmazott, a gazdaságot erősítő magyar termelés védelmében igénybe vegye minden olyan eszközt, amely piaci kiszolgáltatottságot a minimálisra csökkenti, és az adott termék piacát biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi. Ezért tehát a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja támogatja a TÉPEL 3415-ös számú törvényjavaslatot, hiszen ez annak az uniós piacszabályozási modellnek a hazai bevezetését célozza, amely az agrárium néhány területén a gazdaság szereplőit segíti, hiszen a módosítással a zöldség, gyümölcs és borágazat termelőinek piaci kiszolgáltatottsága csökken, valamint a hazai mezőgazdasági termékek kereskedelme biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá válik. A 2007. október 22-i 1234/2007-es Európa Közösség Tanácsi Rendelet írja elő a dohány és zöldséggyümölcs ágazatban bizonyos feltételek teljesülése esetén a szakmaközi szervezet tagállami elismerését is. A borágazat esetében ez az elismerés nem kötelező, de tagállami döntéssel lehetséges. A zöldséggyümölcs ágazatban bizonyos esetekben olyan szereplőknek is alkalmazkodni kell a szervezet közösség döntéseihez, akik egyébként nem csatlakoztak a szakmaközi szervezethez. Ez jó lehetőséget biztosíthat az ágazat szereplőinek, hogy piaci zavarok megelőzésében kötelező és szankcionálható döntéseket hozhassanak. Ez természetesen a hatóságoknak is egy új feladatot jelent, egy új bírságolási lehetőséget is biztosít, amely ugyan kellemetlenségekre is teret nyújthat, de ennek kiszűrése a hivatali rendszer korrekt működtetésével mindenképpen elkerülhető. A zöldséggyümölcs ágazatban jelenleg is működik már szakmaközi szervezet, például a Fruitweb a munkáját már ma is jó színvonalon végzi. A törvény ugyanezt ösztönözheti a borágazatban, ahol jelenleg a hegyközségek nemzeti tanácsa lát el koordinációs feladatokat. Ennek a rendszernek a szakmaközi szervezeti alakítása sok egyeztetéssel jár, és egy hosszabb előkészítést igénylő feladat, de az előttünk lévő törvényjavaslat ennek a munkának is jó alapot adhat. Az előkészítő fázisban felmerült még az is, hogy például a tejtermék tanács esetében is célszerű lenne az ilyen típusú átalakítás kinyitása. Ugyanakkor, bár az érintettek felvetését jogosnak tartjuk, de egyetértünk az előterjesztővel,
abban, hogy további szakmaközi szervezetek létrehozásával célszerű megvárni az őszi uniós jogalkotási feladatot, amelyben a bizottság várhatóan az átalakítás kiterjesztését tovább viszi majd más szakágazatokra is. Összefoglalva úgy ítéljük meg, hogy a törvény jó előkészítés után került a parlament elé, így a Magyar Szocialista Párt frakciója nevében jelzem, hogy elfogadását támogatjuk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Köszönöm, képviselő úr! A következő felszólaló Kepli Lajos, a Jobbik képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim! Az előttünk fekvő javaslatnak én nem az agrár részéhez szeretnék hozzászólni. Annak a területnek nem is vagyok szakértője, de tudtommal ezzel a részével nincs is a Jobbik Magyarországért Mozgalom frakciójának semmi komoly ellenvetése vagy problémája. Ami azonban, ahogy azt már megszokhattuk, ebbe az előterjesztésbe is belekerült két olyan szakasz, paragrafus, ami nem igazán illik itt az agrárpolitikai szabályozások közé, mégpedig a környezetvédelmi bírságokkal kapcsolatos rendelkezéseknek a módosítása. Ami azt a célt szolgálja, hogy a veszélyhelyzet kihirdetésére került sor egy területen, akkor az ott kiszabott környezetvédelmi bírság a központi költségvetés központosított bevétele legyen. Ugye tudjuk, hogy jelenleg úgy szól a szabályozás, és ebben megcáfolnám a fideszes képviselőtársam által mondottakat, hogy ő ugyanis azt mondta, hogy ezzel most egy bővebb eszköztára nyílik az önkormányzatoknak a katasztrófa utáni helyreállításban azzal, hogy a jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a az önkormányzatnál marad. Ezzel azért vitatkoznék, mert ez eddig is így volt. Tehát a jelenleg hatályos jog szerint is ennek a bírságnak a 100%-a a települési önkormányzat bevételét képezi, illetve az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a is a települési önkormányzathoz kerül a jelenleg hatályos jogszabályok szerint. Ezen kíván változtatni ezen előterjesztés a Vidékfejlesztési Minisztérium, mégpedig nyilvánvalóan azért a fő mozgatórugója ennek szerintünk az lehet, hogy itt a kolontári vörösiszap katasztrófával kapcsolatban egy nagy környezetszennyezés történt, és egy elég magas összegű, igen magas összegű hulladékgazdálkodási bírság kiszabására lehet számítani, amelyre nyilvánvalóan a központi költségvetés mint bevételre igényt tart. Na már most a véleményünk szerint a településeken jobb helye lenne ennek a pénznek, és azért nem is értem ezt az előterjesztést, mert a következő napirendi pontban tárgyaljuk a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről szóló országgyűlési határozati javaslatot, amely Devecser, Kolontár és térségét a leghátrányosabb helyzetű régiók közé sorolná, hogy ezzel még több EU-s és állami támogatást lehessen a fejlesztésbe bevonni. Itt viszont ennek az ellenkezője történik, azt az összeget, ami ott maradhatna a területen, azt központosított költségvetési bevételé teszik. Én értem azt, hogy a kolontári katasztrófa után az állam állam végezte teljes körülön a helyreállítást, és ezért ezt vissza kell pótolni a központi költségvetésbe, de minden esetben ott a helyszínen lehet szerintem leggazdaságosabban ezeket az összegeket felhasználni. Ugye van egy ilyen Európai Uniós alapelv, amit a szubszidiaritás alapelvének hívnak, és a környezetvédelemből indult ki ez az egész alapelv az Európai Unióban, hogy a intézkedéseket a problémához lehetőleg legközelebb eső szinten kell meghozni. És szerintem ezt arra is ki lehet terjeszteni, hogy a forrásokat is ott kell felhasználni, ahol a lehető leghatékonyabban ott lehet felhasználni, ahol a legközelebb vagyunk a problémához. Vagyis ebben az esetben véleményem szerint azon települések önkormányzatánál, ahol a katasztrófa bekövetkezett. Hiszen ők tudják ezt a helyreállításban és a környezeti károk felszámolásában a legjobban felhasználni. Hiszen ne felejtsük el, egy környezetvédelmi bírságról van szó, tehát elsősorban a környezeti károknak a helyreállítására lehet ezt fordítani. Joggal vetődhetne fel, hogy igen ám, de a malnak a telephelye Ajkán van, és ebben az esetben Ajka városa kapná meg ezt a nem kis összegű bírságot. Nem tudom pontosan, hogyha
kolontár területére esik a vörösiszaptározó kazettáknak a helyrajzi szám szerinti elhelyezkedése, akkor elképzelhető, hogy ők is részesüljenek, de alapvetően ez, hogyha ma az ERT telephelyét nézzük, akkor Ajkára esne. Na már most mi ezt megpróbáltuk egy olyan módosító indítvánnyal kiküszöbölni, amely azt mondja ki a jelenlegi verzióval ellentétben, hogy környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, ha a bírság kiszabását megalapozó esemény miatt veszélyhelyzet kihirdetésére került sor, eddig ugye azonos az eredeti verzióval, és innentől jön az eltérés, a vészhelyzet elrendelését kiváltó esemény során kárt szenvedett településeket illeti meg, települések önkormányzatát illeti meg az elszenvedett kár arányában. Azt gondolom, hogy ez a módosító indítvány ezt a szándékot még igazabbá és még nemesebbé tehetné, mert fennáll az a veszély, hogyha ezt központosított költségvetési bevétellé tesszük, ezt a jelen esetben nem kis összeget, és más környezeti katasztrófák esetén is valószínűleg nem kis összeget kitevő 30%-os bírsághányadot, akkor egy nagy bevételtől eshet el az a régió, közvetlen régió, ahol ezek az események bekövetkeztek, és ahol leghatékonyabban tudnák ezeket a forrásokat felhasználni. Én azt gondolom, hogy sok tekintetben történt már itt olyan intézkedés az elmúlt egy évben, kormányzati intézkedés, amely központi költségvetés részévé tett különböző bevételeket, és itt is megvan most annak a veszélye, hogy nem arra fog utána fordítódni, nem közvetlenül, nem csak kolontára gondolok itt, hanem a jövőben, ne adj Isten, bekövetkező más, környezeti káreseményekre. Tehát, hogy fennáll annak a veszélye, hogy nem fordítódik vissza megfelelően ez az összeg a helyreállításra. A környezetvédelmi bírságnak eleve az lenne a rendeltetése, hogy a esetlegesen felmerült környezeti károkat helyre lehessen állítani belőle, illetve hát környezetvédelmi célú beruházásokat lehessen belőle végrehajtani. És ha ez központi költségvetési bevétel lesz, akkor ezt veszélyeztetve látjuk. Tehát összefoglalva, alapvetően a kezdeményezésnek, a mezőgazdaságra vonatkozó részeivel, amivel most nem is foglalkoztam, egyetért a Jobbik Magyarországért mozgalom frakciója. Ez a belecsempészett környezetvédelmi bírságra vonatkozó rendelkezés is valószínűleg alapvetően egy jó szándékú kezdeményezés, és értem is a logikáját. Ugyanakkor még egyszer ismétlem, nem látom biztosítottnak, hogy ezen a módon megfelelő helyen és megfelelő célokra kerül felhasználásra ez a bírságösszeg, ezért kezdeményeztük ezt az előbb általam említett módosító javaslatot, és szeretném, hogyha a minisztérium, illetve a kormányzat is partner lenne abban, hogy az ilyen súlyos környezeti katasztrófák után, vagy természeti, vagy civilizációs katasztrófák után, ugye ahogy a javaslat is fogalmaz, lenne rá lehetőség, hogy ezeket a bevételeket, amelyek a katasztrófa és a környezeti kár okozójára kiszab a környezetvédelmi hatóság, ott a helyi önkormányzatok a lehető legközelebb a környezeti kár helyszínéhez és a katasztrófa bekövetkezéséhez a lehető legjobb módon tudják felhasználni, és ne tűnjön el a feneketlen központi költségvetésben. Köszönöm szépen! Felszólása következik, Szabó Rebeka, az RMP képviselője. Képviselőasszony. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Alapvetően az RMP is támogatja a jelen törvénymódosító javaslatban megfogalmazott főirányokat és szándékokat. Azonban mind a három részéhez szeretnénk hozzáfűzni néhány dolgot, illetve bizonyos esetekben még kisebb aggályokat is szeretnék megfogalmazni. Először tehát lássuk azt a részt, ami ugye az agrárpiaci rendtartásról szóló törvényt módosítja, és a szakmaközi szervezetekről szól. Ugyebár valóban, mint az el is hangzott, a szakmaközi szervezeteknek tulajdonképpen a gazdaság szereplőinek önszabályozáson alapuló egy hatékonyabb termelői érdekképviseletet és a piaci kiszolgáltatottság csökkentését kell, hogy szolgálják. Ugye, mint az is elhangzott, hogy most is vannak működő szakmaközi szervezetek, és azt gondolom, hogy mielőtt esetleg ezeknek
akár Európai Uniós szabályok alapján további jogosítványokat adunk, vagy esetleg megerősítjük a szerepüket, nagyon hasznos volna alaposabban megvizsgálni az eddigi akkreditációs eljárás célszerűségét, vagyis azt, hogy a már működő szakmaközi szervezetek eddig hogyan képviselték a termékpálya piaci szereplőinek érdekeit, valóban jól és hatékonyan.